Meglőtték Robert Ficót, szlovákia miniszterelnökét. Éppen most is a műtőben lehet. A svéd kormányfő katonákat küldene Ukrajnába, és hazájában atomfegyvereket fogadna. De vajon pontosan hova az országon belül? Aztán véglegesen jóváhagyta az uniós migrációs és új menekültügyi paktum valamennyi fejezetét az Európai Tanács. Mit jelenthet ez Európára nézve? És bár a jobboldali sajtónak nem kíván válaszolni Karácsony gerge a furcsa ügyeiről, az RTL stábjának reagál. Kivált kép akkor, ha a városvezető saját sajtósa tartja a mikrofont. Rögtön kezdünk! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a komment szerdai adásában. Ma is négy vendéggel tárgyaljuk meg a legfontosabb híreket, az elmúlt napok és órák legfontosabb híreit. Kezdjük is el! Elfogadta meghívásunkat, és itt van velünk ma este Apáti István, ami hazánk politikusa, alelnöke. Jó estét kívánok! Forgács István, romaügyi szakértő. Jó kívánok! Nagy Károly, a Transparence újságírásért alapítvány Jó vezetője. Kívánok és Szikra Levente, az Alapjókért Központ vezető elemzője. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és itt vagytok velünk. Kezdjük is el! Hát más témákat terveztünk, de az élet közbeszólt, ugyanis pár órával ezelőtt meglőtték Robert Ficót, szlovákia miniszterelnökét a kormányülés után. Az elkövető egy 71 éves lévai író, szemtanúk szerint odam lépett Ficóhoz, kezet ráztak, és ezután hallatszódott pár lövés. Ha minden igaz, akkor hasba és melkason uh, lőtték. Elemezgessük ezt a történést, ugye, ha minden igaz, akkor most is kórházban van Ficó, műtétre volt szüksége, de az állapotáról felemás információk láttak egyelőre napvilágot. Mit gondoltok az ügyről? Pusztán az a közlés, vagy az a tény, hogy a hasán és a melkosan értékelővések mindenféle orvosi szaktudás nélkül valószínűsíthetik a közvetlen életveszélyt, és ezúton is hadd kívánjak jobbulást és mielőbbi felépülést a szlovák miniszterelnöknek. Nagyon keveset lehet még tudni erről a Közép-Kelet-Európában meglehetősen ritka bűncselekmény típusról, amikor egy állami vezető, magas állami vezető ellen követnek el menényletet. Józon parasztészel azt lehet feltételezni, hogy egy magányos farkasról, egy magányos elkövetőről lehet szó. Ugyanis szerény véleményem szerint, amennyiben ez komolyabb hátterű, vagy komolyabb szervezésű merénylet, akkor jó esélye mondjuk robbantásos módszerrel, vagy mesterlövész követi el, eh, annak érdekében, hogy ne lehessen fel, felderíteni, vagy legalábbis ennyire könnyen elfogni az hát, elkövetőket. Élte volna túl? Vagy nem élte volna túl. Valószínűleg az illető élete hátralevő részét fegyházban fogja tölteni. Lehet, hogy ő maga úgy érezte, hogy 71 évesen ez már nem túl nagy kockázat de azért az épelműségét, vagy éppen a kóros elmállapotát valószínűleg meg kell vizsgálni, hiszen valószínűleg egy, vagy egy módosul tudatállapotban lehetett, vagy egy beteg személyiségről lehet szó, aki egy ilyen cselekményre ragadtatja magát, ennyire gátlástalanul ráadásul, és ennyire súnyi alattomos mondó, hogy kezet fog valakivel, legyen ez akár miniszterelnök, vagy bárki más, és aztán orvul, hasba és málkason hát úgy hiszem, hogy ez önmagában minősíti az elkövetőt.

Gyalázatos és nagyon sokkoló ez a cselekmény, ez a tett. Azt gondolom, hogy mindannyian keresjük itt a szavakat, és nehezen találjuk egyelőre. Valóban én is azt kiemelném mindenképp, hogy itt azért ebben a térségben nem szokás ilyen cselekményeket elkövetni. Nagyon ritkán történik ilyen, és a szerencsé, hogy ritkán történik, az viszont tragikus, hogy egyáltalán megtörtént, és az, hogy, hogy most erről kell beszélgetnünk, az, az, szörnyű. Azt gondolom, hogy, hogy imádkoznunk kell a szlovák miniszterelnökért, és reméljük, hogy sikerül megmenteni az életét most a kórházban. Mert valóban azt láthatjuk, hogy amíg mit beszélgetünk, ő valószínűleg épp az életmentő műtéten esik át, vagy valamilyen más egészségügyi kezelés alatt áll. Úgyhogy még nem tudjuk, hogy mi lesz a vége a történetnek, de azzal szintén egyetértek, hogy valószínűleg egy magányos őrültről van szó. Persze úgy mondjuk, mondjuk még ezt, hogy nagyon keveset tudunk erről a, a történetről. Megrázó mindaz, amit ma olvashattunk és hallhattunk a hírekben, ilyenkor mindig abba gondolok bele, hogy itt vagyunk Magyarországon, Közép-Európa szívében. 500 km-rel háború folyik Ukrajnába, 200 km felettünk pedig a szlovák miniszterelnököt él ilyen jellegű támadás. Itt én azt gondolom, hogy fontos felhívni arra a figyelmet, hogy Ilyen eseményeknél, mint a Transparens újságírásért alapítvány képviselő is ezt tudom mondani, hogy a, a fenntartásokkal kell, kell kezelni sok-sok hírt, ilyenkor sok-sok dezinformáció van, vagy lehet akár a ügynek, a, vagy a merénylőnek a... a, ide, a a indítatásával kapcsolatban, akár egyéb eseményekkel kapcsolatban fontos megvárni a hivatalos tájékoztatást, viszont én abszolút megértem azt a álláspontot is, akik azt mondják, hogy ebben a helyzetben, ebben a, a, egyre feszültebb időszakban meg kell erősíteni az állami vezetőknek akár a védelmét, mert ami a videóból látszott egyébként az az, hogy hogy azok az emberek, akik ott álltak és védték a miniszterelnököt, azért elég nagy távolságra voltak a, a, a miniszterelnöktől, és nem le, soha nem lehet tudni, hogy mikor történik ilyen. Említetted ezt a videót, mielőtt Pisti te szólalnál meg, azelőtt nézzük meg közösen, hogy hogyan fogták el a támadót. <coughs> valóban messze az igazság, hogy nagyon sokféle gondolat kavarog az emberben egyébként, mióta ez a hír így megjelent, így ma délután, és, és hát egyrészt az van, hogy nyilván aki nyomon követi Szlovákia viszonylag rövid történelmét, mióta függetlenné vált ez az ország, a, számos olyan történés van, amihez mi magunk itt Magyarországon nem feltétlenül vagyunk hozzászokva. Tehát, hogy innen nézve ez az elmúlt néhány évtized eleve elég viharos Szlovákiában, de egy ilyen mértékű dolog, mint ami most itt bekövetkezett, azért azt gondolom, hogy talán most őket is megdöbbenti. Uh, engem sokkal inkább egy kicsit nem elvive egyébként a figyelmet arról, hogy itt most csak egy kormányfő van életveszélyben, és gyakorlatilag egy, egy kormány, egy, egy nemzeti társadalom stabilitása van komoly kérdőjelek mellett jelen pillanatban. A, engem teljes mértékig megdöbbent az, hogy ez az egész dolog, ami megtörtént és amit százból száz embernek kellene elítélni egy teljesen egyértelműen mindenféle világnézeti nézőponttól teljesen függetlenül, a, hihetetlen, hogy százával sorakoznak jelen pillanatban, alig néhány órával a merényletet követően. Azok a megjegyzések, kommentről beszélünk, amelyek körülbelül arról szólnak az ellenzéki, vagy magát függetlennek mondó sajtóban, hogy valami hasonló Magyarországon is el kellene. És még egyszer elmondom, nem, tehát nem magáról a történésről akarom elvinni a figyelmet, hanem, hanem ez a döbbenetes ebben az egészben, hogy egy ilyen dolog, amit mindenkinek egy az egyben kellene elítélnie, ez még, még ez sem képes arra, hogy én megértem, hogy kampányidőszak van, de hogy ebben a helyzetben is gyakorlatilag emberek százai, ezrei próbálják ezt az egészet átfordítani oda, hogy ennek egyébként magyar belpolitikai vonatkozása van. No, akkor bocsánat, levente csak itt két dolog közben. Az egyik, hogy itt a Lettfalon elkezdjük közben mutatni, hogy miképp menekítették ki Ficót, és közben pedig engedjétek meg, hogy felolvassam Péter Pellegrini államfő reagálását, pontosan erre csatlakozva, amit te mondtál, ugyanis ő azt mondja, hogy elborzaszt, hogy mire vezethet egy másik politikai vélemény iránti gyűlölet, nem kell mindenben egyetérteni, de sokféleképpen lehet demokratikusan és törvényesen kifejezni az egyet nem értésünket. Ezt írta, és ugye hozzátette azt is, amit már az előbb említettünk, hogy példátlan ez a támadás. Te már említetted a kommenteket, én pedig engedj meg, hogy a 444 és a HVG kommentelői közül idézek egy picit, akik elkezdtek bezzek Szlovákiázni. Tehát azt mondják, hogy Szlovákia ezzel is előrébb jár. Mindjárt mutatjuk ezt is a falon. Egyrészt ez szégyen teljes, és ehhez csatlakozom, hogy egészen elképesztő, hogy bárki van, aki ezt elfogadhatónak tartja saját maga részéről. Én annyit akartam még ezt kiegészítésként hozni, hogy teljesen korrektek legyünk, mert most valóban egy megrendült helyzet van. Az összes ellenzéki baloldali politikus is egyaránt elítélte Magyarországon is ezt a támadást, és ez azért így korrekt, hogy ezt hozzáteszünk. De az is, az is igaz, és ez is hozzátartozik, hogy azért ők évek óta úgy hergelnek a, a magyar miniszterelnökkel szemben, hogy sokszor azért felmerülhet az, hogy ezt a hangulatot azért mégiscsak legalábbis hozzájárultak ehhez a hangulathoz. Tehát azt gondolom, hogy mindenki mélységesen szégyelje magát, aki ilyen kommentet közzétesz, és, és, nagyon mélyen, mélyedjen magába is gondolkodjon el arról, hogy mégis hova tart az élete, és hogy miképpen lehet így, így viselkedni. Szerintem minden értelmes és jó érzésű ember most az együttérzés és a jó környékén mozog, és ezeket tudja elmondani, és minden más gondolat az pedig később kell, hogy megfogalmazódjon, vagy ne is fogalmazódjon meg egyáltalán. Például az, ami a, arra vonatkozik, hogy adott esetben Magyarországon is történjen ilyen, soha ne történjen ilyen Magyarországon, ne csak a mostani miniszterelnökkel, hanem semmilyen másik miniszterelnökkel sem. Pontosan. Ilyenkor mutatkozik meg, hogy a valódi szélsőségeket és szélsőségeseket hol is kell keresni. Pontosan. Igen. Magyarországon és a magyar közéletben. Azt azért mondom, mert egy olyan pártnak vagyok a Jóstán és a Választópolgárok akaratából az országgyűlési képviselő és egyik országos vezetője, amely pártot és politikai közösséget folyamatosan, rendszeresen, alaptalanul mindenféle szélsőséges bélyeggel illetnek. Biztos vagyok benne, hogy a legradikálisabb tagunk, vagy legradikálisabb hozzánk tartozó személyek sem gondolnak ilyet, és nem kommentelnek ilyet. Meg lehet nézni, hogy a valódi szélsőséget most sokkal inkább a balliberális oldalon kell keresni. Azzal együtt, hogy örültek, persze minden közösségben lehetnek, örültek, Szlovákiában is vannak, mint ahogy láttuk. Az majd a külön elemzést fog megérdemelni, hogy a testőrök mennyire lazán kezelték ezt a kérdést. Van szó, rutin munkának tekintették a mai napi tevékenységüket és ez is mutatja azt, hogy egy persze nem aludhat el az éberségük, hát közeledik ugye a magyar kupadöntő, hogy a este kerül sor a kupadöntő, és az jut eszembe, hogy mint a rossz focisták közelről nézték a meccset a testőrök, és hát egyáltalán ilyen biztos helyzet, mert könnyen lehet, hogy a szlovákia miniszterelnökének az életébe fog kerülni. Az persze már senkit nem fog igazolni, hogy utólag majd testőcserék lesznek, meg személyi konzekvenciákat vonnak le. Minden esetre úgy hiszem, hogy szerte Európában a rendvédelmi szervek, vagy a kiemelt állami vezetők személyvédelmével foglalkozó erre feljogosított személyek ki fogják elemezni ezt a merényletet, vagy ezt a merénylet kísérletet. Annyit szeretnék csak megjegyezni, hogy ebben az évben volt, vagy van olyan politikai közösség, amelynek teljes parlamenti frakcióját terrorfenyegetés érte. Ez a mi hazánk mozgalom parlamenti frakciója. Ukrán szélsőséget ukrán terrorista elemek két alkalommal is megfenyegették a mi hazánkat. A magyar politika történetben először egy komplet frakció teljes kiirtását helyezték kilátásba, irodáink felgyújtását, autóink felrobbantását, családjaink megtámadását írták meg egyrészt egy e-mailben, másrészt aztán ezt egy videó is követte. Én voltam az, aki feljelentést tettem ebben az ügyben nem kételkedem abban, hogy a központi nyomozó főügyészség teszi a dolgát, de a mai napig, nem, ma estig bezállok, nem kaptam arról, nem kaptunk arról semmilyen tájékoztatást, hogy akár egy elkövetőt is előállítottok volna ebben az ügyben. Ez most persze közvetlen összefüggés, nincs csak két esemény, csak pusztán jelzem, hogy lehet, hogy valami komolyabb vihar közeleg Magyarországon is. Én itt hagyjézzek még megjegyzést, Muri, hogy a... Szlovákiában az elmúlt hetekben több száz iskolát ért egyébként bombafenyegetés, nem tudom, hogy erre emlékeztek-e, és ott sokan mosolyogtak azon, hogy emögött esetleg mi áll, vagy mi nem. Én nem gondolom azt, hogy a két dolog között összefüggés van, de továbbra is azt gondolom, hogy Szlovákia egy olyan ország, amik az elmúlt húsz évben gyakorlatilag folyamatosan olyan viharokat él meg, teljesen mindegy, hogy miért, de folyamatosan olyan viharokat él meg, ami miatt az ottani társadalom az folyamatosan szélsőségek között kerül ide vagy oda, és az, hogy ez ott bekövetkezhetett, itt azt említettetlen, hogy egy író volt, egy értelmiségi, egy 71 éves ember, tehát lehet, hogy valaki az elvei miatt gondolta úgy, hogy ő egyébként ebben a helyzetben most ő lép egyet és megöli a szlovák miniszterelnököt, felvállalva mindazt, amivel ez majd jár, de közben továbbra is azt gondolom, hogy nem lehet olyan ideológia, nem lehet olyan világnézet, ami bármilyen a tisztséget viselő ember életének az elvételével, eleve egyáltalán bármilyen ember életének az elvételével járna, így, hogy ez most Szlovákiában gyakorlatilag egy ilyen destabilizációt fog hozni, azt gondolom, hogy ez meg akkor még inkább, még több következ, mint hoz maga után. Um, reagálva, amit mondtál is, van, hogy 2024-ben szerintem olyan, hogy rutin, biztonsági munka, ilyen sajnos nincs Se Közép-Európában, nyugaton pláne nem, és, és sajnos ezzel a, ezzel a tudattal kell minden nap lefeküdjünk, aludni, és, és így kell talán a politikusoknak is hozzáállniuk a, a biztonság kérdéséhez. Nyilván szerencsére Magyarországon nem volt, és bízunk benne, nem is lesz a jövőben ilyen és ehhez hasonló esemény, de ha belegondolunk abba, hogy azért. Látjuk ezeket a kommenteket, és volt olyan jelenlegi parlamenti párt, a Demokratikus Koalíció, aki pár éve volt egy olyan tüntetése, ahol politikai vezetők fejét, ha jól emlékszem, rátették egy ilyen kis kondéra, vagy nem is tudom mire, és az emberek ott azt ütötték. Bárki rákeresett az interneten. Tehát amikor a, a, a politika a ilyen szinten hergel, és ilyen kommenteket olvasunk, ami abszolút elfogadhatatlan, és, a, és nincsenek kitörölve ezekről az oldalakról. Hát megkérdezném, én nem tudom, hogy mely, nem emlékszem pontosan. 444 és a HVG. és a HVG szerkesztőit, hogy rendben van-e, hogy ilyen és ehhez jellegű kommenteket uh, ott hagynak az oldalukon. Amikor sokszor, bocsánat, ennél kevesebbért is kitiltanak politikai véleményükért <turt George> <"Szulni> uh, embereket Tarttosan ezekről törődik. a platformokról, itt meg 207 lájkig el tud menni. Mi hazánk elnökét a semmiért törölték 5 évvel ezelőtt a Facebookról, pont az akkori LP választási kampány utolsó tíz napjában, azóta engedték vissza, holott ő ennek a töredékét. Ö, ö, nem Igen, szóval, bocsánat, ugye a, 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 a médiatudatosság és a médiátika szempontjából arra szeretném kérni ezeket a szerkesztőségeket, hogy töröljék ezeket a kommenteket. Ez itt, kell most, itt kell most azt gondolom, hogy, hogy élni ezzel a joggal, és nem ott, amikor politikai véleményekről van szó, és nem ott, ahol vitáról van szó. Azt gondolom, hogy ezt mielőbb, ha jó érzés van bennük, megteszik. Ehhez csak szeretnék csatlakozni egy pillanatra, és még ráerősítenék, ha a megengedett, hogy én esetleg azt is elkezdőetlenek tartanám, és ha esetleg nézi valaki a 444 Telex HVG és a többi irányából ezt a műsort véletlenül, akkor javasolnám és felvetném nekik, hogy egy közös közleményt írhatnának, majd elítélik azt, a, azt, az erőszakot, ami megjelent a komment szekciójukban, mert nyilván való azzal senki sem gyanúsítja őket, hogy, hogy bármi közük lenne a konkrét merénylethez, de ahhoz a hangulathoz, ami megjelent a komment szekciójukban, mégiscsak van közük, mert az ő olvasóik azok, akiket valószínűleg azért mégiscsak az ő cikkeik alapján erre a véleményre jutottak. Tehát az a helyzet, hogy szerintem mindenkinek ki kell állnia most az erőszak minden formája ellen, mindenkinek világosság kell tenni, hogy semmiképpen se elfogadható senkivel szemben, élesen meg kell különböztetni a, a politikai egyet, nem értést és az erőszakot, a politikai egyetemértés az mindig belefér a demokráciába és ennek helye van, sőt szükséges, viszont a, az erőszak az semmilyen formában soha nem elfogadható és amikor ilyet látunk, az egy intőjel és erre oda kell figyelni. Nekem egy mondatom még, hadd legyen Nóri erre, roppant korrektek vagytok, mert egyébként ezek, a Facebookon szereplünk, ez gyakorlatilag névvel szerepel. Kattintható, és az, aki egyébként ezt a remek dolgot ide leírta, hogy ezt a bátor ember szívesen látna Magyarországon, ő elméletileg most itt több százezer ember előtt megidézhető lenne. Bárki, aki előveszi a telefonját, nyilván meg fogja tudni találni, ha akarja, üzenhet neki bármilyen véleményt. Ez így van, nekik reklámot nem adhatunk. De világos, csak azt mondom, hogy világos, csak eleve az, hogy, hogy itt névtelen kommentelőket látunk most. Persze miközben a Facebook ilyen formában gyakorlatilag. Most oda jutottunk, és nekem ez a döbbenetes az egészben, hogy emberek névvel vállalják azt, hogy nekik ilyen véleményük van. Tehát ők úgy gondolják, hogy ez az ő tökösségük, ha már így fogalmazik valaki, hogy ő ezt képes és esetleg valami megtesz. következménnyel szembesülnének, amit egyébként jogászként mondom lehetne, tehát ez, ez az adott esetben megvalósíthat tényállásokat, akkor meg kiabálnának, hogy diktatúra van. Tehát innen, innen üzenem, akkor még egyet az üzenjek, hogy üzenem ezeknek az embereknek, ha bármelyikükkel bármi történik a hatóságok részéről, és ö, jogi eljárásokat indítanak ellenük, ezek miatt ne lepődjenek meg, jogos lenne, és nem a diktatúrának a megnyilvánulása. A ez, 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 nem politikai vélemény, amit itt látunk ezen a falon, ez, ez, ö, ez erőszakra felszólítás, ez uszi. Nézzük meg akkor, hogy mit írt Orbán Viktor miniszterelnök. Ő szomorúságát fejezte ki, és azt mondta, hogy imádkozik a mielőbbi felépülésért. Azért nem kell sokat visszamenni az időben ahhoz, hogy egy pár nappal ezelőtt ugye itt járt a kínai elnök. Azért az érdemes, arról érdemes megemlékezni, hogy micsoda lejárató hadjárat indult ellene akkor, hogy a városban lezárások vannak. Pontosan azért, hogy a, hogy a a személy védelmét biztosítani tudják? Egy mondat hadd le, én pontosan passzol ide. Meg nem mondom, melyik orgánum, vagy a számos, vagy a korábbi indexes. Konkrétan az volt a cikk fő lídje, hogy egy parfis nyelet se dugjunk ki az ablakon a kínai elnök látogatásakor, mert pórul járhatunk. Mert hogy egyébként a biztonsági előírások miatt itt bármit valamilyen terrorfenyegetésnek fognak tudni venni. Ezt viccesnek gondolták, úgy vélték, hogy egyébként akkor ezek ilyen túlzott biztonsági előírások. Roppant szomorú, hogy néhány nappal később kiderül, hogy egy állam első embere járhat úgy, hogy egyébként egy ilyen merényletnek lesz az áldozata. Meg időről időre eljátszódik ez a történet, hogy egy magasrangú állami vezető ide érkezik, nyilván a megfelelő biztonsági a, 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 dolgokat megcsinálják Budapesten, és, és a, a médiai részében azon megy a hőbörgés, hogy hogy a, jaj, nem tudunk normálisan közlekedni, amikor Budapesten amúgy is még békeidőben is nehéz közlekedni, a, és, a, és akkor, amikor ilyen esetek vannak, és mondjuk, hogy még egy közéleti példát hozzák, Mici költözve öltözve parádéznak egyesek a, a, budai várba, akkor, amikor egy komoly diplomáciai esemény van, én azt gondolom, hogy ez mindent elmond a, arról, hogy mennyire veszik komolyan. Hát, ez a Mici egyesek számára egy bizarr furcsa szerepjáték, hogy jelent, de nem akarok ennek belemenni a, 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 mélységeibe. Az orosz, az amerikai és a kínai elnök véd, védettségi szintje a legmagasabb. A közelükben biztos, hogy nem ilyen módon, vagy nem lehet ilyen módon a közelükbe férkőzni, és szerintem profi bérgyilkosok sem tudnák megsebesíteni vagy meggyilkolni őket. Érdemes lemásolni ezeket a modelleket, hogy ne csak ezeknek a ne csak a három személynek legyen ilyen magas profi védettségi szintje, hanem mindenkinek, akinek ez indokolt. Ezzel a gondolattal elmegyünk egy rövid reklámra, és rövid hírek következnek majd György Horváth Zsuzsától. A hírek és a rövid, rövid reklám után pedig várjuk Önöket, visszatartsanak velünk. folytatódik is a szerdai komment a szünet előtti vendégekkel és a következő témával, ugyanis hírzárlat van Ficó állapotáról, de amint lesz bármi új hírünk, akkor természetesen itt a hírtévén beszámolunk róla, megyünk tovább a migráns paktummal addig is. Véglegesen jóvá hagyta az uniós migrációs és új menekültügyi paktum valamennyi fejezetét az Európai Tanács. Ez ugye az a rendelkezés, amelyik többek között az illegális bevándorlók kötelező szétosztásáról is rendelkezik. Magyarország mellett Lengyelország vétózott, erről pedig Varga Mihály beszélt az újságíróknak tegnap. Nézzük meg közösen, hogy mit mondott. Több ország is, köztük Magyarország is ellen szavazott ennek a dokumentumnak de a többség ezt elfogadta, úgyhogy ettől a pillanattól kezdve ez egy élő valóságá vált ennek a dokumentumnak a hatályba lépése. Ugye elmondtuk többször, hogy nem vagyunk hajlandók elfogadni azt, hogy migrációs, bevándorlási számokat és tételeket kényszerítenek Magyarországra. Magyarország eddig is kifejezte, hogy más megoldást lát alkalmazhatónak a migráció kérdésében, nem a problémát kell ide importálni, hanem nekünk kell a megoldásokat odavinni, és nem meghívót kell küldeni a migránsoknak, az illegális migránsoknak. Nos, várható volt ez a lépés? Hát Levente? nyilvánvaló, hogy az előzmények után senkit nem lep meg. Engem az, az, ami szerintem nagyon látványos ebben a történetben, hogy 2024 van, 9 évvel ezelőtt került így az újságok címlapjára a migrációs válság. Tehát most már 9 éve ez a téma napi szinten a hírekben szerepel, problémát jelent. Mindenki tudja, hogy probléma, ugye Kunhalmi Ágnesen kívül, nem aki szerint áll probléma. De, de azon, kívül, tehát néhány, néhány MSZP-s képviselőn kívül mindenki tudja. És ez alatt a 9 év alatt a brüsszeli tanástermekben és irodákban sehova máshova nem tudtak eljutni, mint addig a javaslatig, amit már 9 éve is felvetettek, és 9 éve is elbukott ez a kvótarendszer. Tehát a kvótarendszert ugye először 2015 nyarán a kormányfők tanácsa elutasította, azt mondta, hogy nem lesz kvótarendszer, majd egy jogi trükközéssel betolták az alacsonyabb szintű miniszteri, belügyminiszteri tanácsba, azzal megszavaztatták, hogy akkor 160 ezer főszétosztásáról volt szó, amit egyébként nem nagyon hajtottak végre még azok a tagállamok sem, amik elfogadták, amik támogatták, ugye Magyarország és Szlovákia perre is ment ezen a döntés ellen, és látványossá vált, hogy jogilag is, politikailag is, ugye a pert ugyan elvesztettük, de politikailag mindenképpen és jogilag is erősen megkérdőjelezhető módon megbukott a kvótarendszer ötlete is. Ezek után még mindig újra és újra a kvótarendszernél tart Brüsszel, újra áterőltették. Én azt tudom mondani, hogy most is meg fog bukni, már a liberális és igencsak globalista lengyel miniszterelnök Donátuszk is azt mondta, hogy ők sem fogják ezt végrehajtani, Magyarország sem fogja ezt végrehajtani. Azt gondolom, hogy vannak olyan tagállamok, akik az előző körhöz hasonlóan most megszavazzák, meg támogatják a felszínen, de nem fogják végrehajtani. Tehát ez egy bukásra ítélt, de mégis nagyon veszélyes terv, mert meghívó levelet jelent egyébként a migránsok számára. Elfogadhatatlan minden szempontból, és csak elodázza és súlyosbítja a problémát. Amit mondtál, Levente, hogy Ugyan megszavazták, de többen uh, azok közül se fogják valószínűleg betartani, akik, akik uh, korábban megszavazták ezt. Ez is mutatja az Európai Uniós intézményeknek a hatékonyságát. Viszont abba gondoljunk bele, hogy 20 ezer euró per fő, az mit jelent? Az 7,7 uh, millió forint uh, körülbelül, majdnem 8 millió forint. Egy uh, magyar minimálbért kereső uh, munkavállalónak a közel négy évi bére, amit... Minden a, a nem befogadott a menekült után, a migráns után Magyarországnak ki kell fizetnie. Úgy, hogy a magyar álláspont ebben elég konzekvens volt már az első pillanattól kezdve. Tehát a politikai döntést azzal kapcsolatban, hogy, hogy az Európai Unió egy befogadó politikát indítson meg, azt nem itt Magyarországon hozták, de mégis a. Magyarország, a magyar emberek kell megfizessék ezt, a, ezt az árat. Én az azt gondolom, hogy ez hát nem erről volt szó, amikor az Európai Unióba csatlakoztunk, és amikor a Európai Unió alapítóják megálmodták ezt a történetet. Közben a lett falon nézegettem azokat a kiváló, ironikusan mondom, kiváló úriembereket, embereket, akik megszavazták ezt, és olyan furcsán feszengtek a felvételek készítésekor. Hát az jutott eszem, amikor láttam az ábrázatokat, hogy sem a kutyáimat, sem 5000 forintot nem bíznék rájuk, nemhogy az öreg kontinens jövőjét. Gyakorlatilag ők a legajosabb elárulói Európának, és most a sima önsorsontás az egy ilyen kollektív öngyilkosság irányába kezd haladni. Valószínűleg pontosan tudják ők, milyen bajt idéznek elő, milyen károkat okoznak. Nem tudjuk bizonyítani, de okkal feltételezhetjük, hogy az Egyesült Államok és egyéb nagyhatalmak, de főleg az Egyesült Államok fizetett ügynökeivel állunk szemben, hiszen más magyarázat nem nagyon van arra, hogy ilyen döntéseket hoznak. Az különösen gusztustalan, hogy a mély demokraták kevesebb, mint egy hónappal az LP választások előtt hozzák meg ezt a döntést. Tehát az lett volna a minimál szintje a demokráciának, hogy megvárják ezzel a választásokat, és aztán egy újonnan megalakuló európai vezetés. Na de itt rámutattál kellett, a vényegre, Kellett volna erődönt, de áterő, megvészet. áterőszakolták, úgy érezték, hogy ez a biztos, de nyilván mindent meg lehet változtatni, minden el lehet módosítani. Nyilvánvalóan a mi hazánk mozgalom június 9 után és a bekerülő EP képviselőink mindent megtesznek annak érdekében, hogy ebből ne legyen semmi, hogy aztán lehessen végrehajtani. A mi hazánk megalakulásától kezdve elutasítja a bevándorlás és a bevándoroltatás valamennyi formáját, de hazajek azzal az erős kritikával, hogy nem elég pusztán csak a Toroszkai-László ötletét megvalósítva határkerítés húzna a déli határra, hanem azt élő erővel is el kellene látni. Nem csak a rendőr állományt kellene megerősíteni, hanem a Magyar Honvédséget kellene oda és megfelelő eszközöket és felhatalmazást adni a rendőröknek, és aztán a katonáknak arra, vagy ahhoz, hogy egyrészt megvédjék saját és bajtás, saját testépségüket és bajtársaik testépségét, és ne az történ, hogy gyakorlatilag taxisztatjuk jelen pillanatban a migránsokat, tehát elfogják őket mondjuk ásotthalom környékén, aztán ilyen közlekedő edény működés szerint visszaviszik a mostani Szerbia területére, és néhány óra múlva megint átjönnek magyar területre. Ez nem határvédelem, ez csak annak egy furcsa imitációja, tehát sokkal erősebb lépéseket várnánk a magyar kormánytól. A kommunikáció önmagában kevés lesz, az pedig, hogy 20 euróra akarják büntetni az országot, hát nyilván nem kell kifizetni. Tehát önként nem szabad teljesíteni, és mivel úgy néz ki, hogy semmilyen támogatást nem fog megkapni Magyarország, valószínűleg nem lesz miből levonni sem. Tehát ettől már nem jöhet ez olyan, mint a tényleges életfogytiglanra ítélt, mert ettől súlyosabb ítélet nem nagyon jöhet neki, mint hogy élete végéig fegyházban kell maradnia. Tehát önkéntes teljesítés kizárt, Ezt nyilván, ezzel nyilvánvalóan tiltakozunk, és aztán reméljük, hogy a június 9-i választások után sikerül ezt a döntést módosítani, és egyébként úgy tudom, hogy Magyarországon és Lengyelországon kívül még Szlovákia sem akarja ezt végrehajtani, tehát azért növekszik azoknak az országoknak a sora, akik deklaráltan nem akarják magukével tenni ezt az őrületet. Ez így van. Ah, én azt gondolom, hogy ez olyan, mint amikor egy pohár hideg vízre van szükség, hogy az ember körülbelülre így saját magában le tudja csillapítani a mindenféle kavargó gondolatokat. Erre a pohár hideg vízre lenne szüksége egy az Európai Uniónak minden tekintetben. Egész egyszerűen már a kifejezésben is ott szerepelnek azok a dolgok, amiket, amiket meg kéne vitatnunk, illegális határátlépőkről beszélünk. Az illegális kifejezés az azt jelenti, hogy valahol valaki szabályt, jogot sért, ami ellen egyébként szankciónak kellene lennie. Rosszul gondolom? Nem. Ezt Szijjártól egy csomószor elmondja, hogy határt hogy lépek át, ha vannak úti okmányaim, kivéve az Európai Unión belül, nyilvánvaló. Hát kivéve de... a szomszédos országban, Igen. de ugye Ez nem a szomszédos egyben. országból érkeznek a, a menekültek. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen, tehát, hogy, hogy minthogyha, minthogyha ezek az egyértelmű alapvetések nem léteznének, tehát mintha valaki feltöri az élelmiszerboltot, hogy kirabolja, aztán hónapokkal később arról beszélünk, hogy hogyan kellene őt oda folyamatosan visszaengedni, anélkül, hogy bármilyen szankció érni őt, de amit én még ennél is fontosabbnak tartok, az az, hogy én ezt térképet kell megnézni. Én nem tudom elképzelni azt, hogy a, a déli határra érkező menekültek, Dublini egyezmény ide vagy oda, őnekik vagy Görögországban kellett belépniük az Európai Unió területére, vagy Bulgáriában kellett belépniük az Európai Unió területére, ami pedig a Dublin egyezmény alapján azt jelenteni, hogy nekünk semmi dolgunk nem kellene, hogy legyen velük. Így van? Ettől függetlenül ez mégsem kerül vissza oda ez a dolog, hogy akkor ezekért a kérdésekért azokat az országokat vegyék elő, ahol egyébként ők elsőként az Európai Unió területére lépnek. Tehát, hogy, hogy még egyszer mondom, a józan hiányzik ebből az egész dologból, és egy dolgot még itt említetted, Nóra, az időzítést, hogy június 9 a Magyarország az Európai Unió soros elnöke lesz Kevéssel június 9-e után én kimondottan várom, remélem, hogy a kormány ezt a kérdést oda teszi a megtárgyalandó kérdések közé, és addigra nagy valószínűséggel nem csak az említett két-három ország, hanem más országok tekintetében is lesz fogadókészség arra, hogy erről lehessen abban a hat hónapban folyamatosan beszélni, és egy kicsit árnyalni ezt a kérdést majd. Örülök István, hogy hazatértél, akkor menjünk tovább a belpolitikával és a fővárossal. Több millió forintot taxizgatott el Karácsony Gergely pártjának társelnöke, annak ellenére, hogy a hivatal biztosított neki szolgálati autót. Lehet, hogy nincs jogsia? Vagy nem, De sikerült, a nem sikerült levizsgálni, mint Karácsony úrnak, ugye? Nem sikerült, tehát többször megbukott, ha minden igaz, a főpolgármester úr a és valószínűleg emiatt olyan frusztrált állapotba került, hogy azóta ezt az autósokon akarja, akiknek viszont sikerült letenni a vizsgát és érvényes jogosítványjal rendelkeznek, az autósokon tölti ki ezt a frusztrációs alapú tehetetlen dühét, de félretéve a tréfát azért itt a, a pitiánen lehúzásnak és pénzszivattyúzásnak egy egész sajátos módszerével találkozunk, itt épp láthatjuk az úriembert. Hát úgy néz ki, hogy a politikai végóráikat élik, és még megpróbálnak bespányzolni mindent, amit lehet. A, én, én, bocsánat, azért én amikor olvastam a híradásokat, nem láttam, hogy pontosan hány millió forintot, meg pontosan hány év alatt a, a, taxizott el az érintett alpolgármester. Viszont ha más nem, azért érdemes egy kicsit benézni az önkormányzatok házatájékára, hogy milyen szolgálati autókat vásárolnak maguknak politikusok. Sofőrre. Sof, adott esetben sofőrre. Milyen költségkeretekről rendelkeznek úgy, hogy arról egyébként az állampolgároknak nincs uh, tudomásuk. Tehát ha végignézi valaki Budapest uh, egyes kerületeit, uh, ott a, a 15-20 milliós autó, szolgálati autós kategória az egyáltalán nem számít kidívónak, a uh, A benzinköltséggel személyes felhasználása is. Én azt javaslom uh, Barabás Riad uh, uh, alpolgármesternek, és is mindenki másnak, hogy Használjon biciklit a városba, nem muszáj autóval. Hát vagy, a, vagy a közösségi, vagy a közösségi vagy a közlekedés Egyébként felsz. még Karácsony Gergely álmokfutása következtében se tudott annyira rossz lenni, hogy hogy vállalhatatlan legyen. Nyilván uh, tudnánk problémákat mondani, és és valóban mondjuk egy uh, néhány fejlesztést is meg tudnánk nevezni, ami szükséges lenne, de azért alapvetően van egy jó tömegközlekedési rendszer Budapesten. Én azt gondolom, hogy ezt az egész helyzetet elsősorban kontrasztba kell állítani a város vezetői Mert az egyik részről egyik részről, van az, hogy vannak ezek a piti és igencsak ciki visszaélések és, és gyanús ügyletek, amelyek egyrészt nem annyira piti, például a baloldalnak a külföldi finanszírozása azért nem annyira piti, ez milliárdos összegről van szó. De Bocsánat, a... hogy itt beleszólok, csak a pitiáner visszaéléseknél nem gondolod-e azt, ami sok embernek a fejében felmerült, hogy ugye a taxisok az egyetlenek, akik még katások, katásadózási rendszerben vannak. Magyarán, amit mondtatok, hogy használják a, vagy használja a biciklit meg a tömegközlekedést, Biztosak vagyunk-e abban, és ez csak egy hipotetikus kérdés, hogy ő valóban teljesítette -e ezeket a taxis utakat, vagy pusztán teljesítés nélküli számlákat kapott taxisoktól? Hát ezek mind olyan kérdések, amikre valóban joggal keresünk választ, és szerintem válaszolniuk is kell ezeknek az érintett politikusoknak. És ugye a gondolatmenetem pedig úgy folytatódna, hogy, hogy ezeket a visszaéléseket és gyanús ügyleteket szembe kell állítani azzal a városvezetői teljesítménnyel, amit látunk, akár a főpolgármester részéről, akár például Új Budán is azért a kerületi vezetésnek igen sok dologgal kellene elszámolnia, többek között azzal, hogy miért ellenzik a déli beruházást, ha már itt a közlekedési ügyek ment, merültek fel, hiszen lehet, hogy adott esetben a déli körvasúton közlekedő sűrűbb vonat közlekedés jó lett volna Barabás Rihárnak is, és akkor nem kellett volna taxiznia, de az általa is támogatott polgármester annak ellen, hogy korábban aláírta egyébként a kormányjal azt a megállapodást, ami arról szólt, hogy ő támogatja ezt a fejlesztést. Annak ellenére pillanatokkal később átállt a túloldalra, és még perrel is fenyegetőzött ellene. És fő a karácsony elger részéről is, tehát koszt, hajléktalanokat, szemetet látunk, fejlesztések nincsenek, előkészített fejlesztés sem látunk. Csak olyan fejlesztések mellett vigyorgott szalagátvágás során a főpolgármester, amiket az előző ciklusban még Tarlos István készített elő, legyen kormány. szó, a, a, vagy a kormány. Végezte el ezeket? Igen, tehát legyen szó a Blaha Lúzatér felújítása, a Lánchíd, hármas metró, Lánch ezek mind olyan ügyek, vagy még, még, ebben az évben is, csak hogy még plastikusabb legyek, még idén már a választás után fognak átadni olyan villamosokat Budapesten, amiket még Tarlós István főpolgármestersége alatt megkötött szerződésekből hívtak le. Azt gondolom, hogy ez egy elég látványos dolog. Ilyen, ilyen villamosokat viszont nem fogunk tudni évek múlva átadni, amiket Karácsony által megkötött szerződésekből hívtak le, mert nincsenek ilyen szerződések. Egyébként a helyzet, hogy a pitiánerségre csak annyit hadd, had reagáljak, hogy a pitiánersége vagy sem néhány millió forintért taxizgatni, uram bocsá, akár esetleg nem feltétlenül úgy, ahogyan azt így elvárná az ember. Ugyanilyen Piti Árner dolog az, a múltkor volt remek cikk, maradva egy karácsony budapesti teljesítményénél, az Asztórián két hónapja nem képesek egy zebrát megcsinálni. Tehát ez ami döbbenetes, nem tudom, mit ezt olvastátok-e, az astorian zajlik egy zebra fejlesztés, két hónapja, és több szakértő szerint is indokolatlanul lassan zajlik az egész, kimondottan azért, hogy Karácsony Gergely átadjon majd egy zebrát kevéssel a választások előtt, hogy egyébként az asztóriára végre a zebra kerül. Tehát, hogy, 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 valóban a pitiánerség, a nem teljesítmény tökéletes példája egyébként ilyen formában az adott urak, és egy pikit megjegyzésem hadd legyen, hogyha Barabás Jár, az egészet csak azért csinálta, hogy itt most percekig beszéljünk róla, akkor azt gondolom, hogy ezt remekül csináltam, mert az emberek túlnyomó többségének fogalma sincs róla, hogy egyébként a párbeszédben ő egy gyakorlatilag elnök jelen pillanatban. Vagy hogy vezeti, létezik a párbeszéd. Mi? Vagy hogy létezik a párbeszéd egyáltalán. Pont hát... ezt, pont, pont ezt akartam mondani, hogy a párbeszéd nulla a társadalmi támogatottsága miatt sokat nem kockáztatnak már ettől rosszabb nem lehet nagy politikai veszteséget, szavazatveszteséget nem fognak elszenvedni. Ugyanakkor azt ki kell emelni, hogy a választópolgárt pontosan ezek a néhány milliós összegek idegesítenek legjobban, hiszen az átlag ember tudatával jól átfogható, jól felfogható mértékű vagy mennyiségű pénzről van szó. A sok milliárdok, a tíz milliárdok világ az megint más, ez, ez, ember közeli, vagy átlag ember közel ez az összeg, és ez annak ismeretében különösen gusztustalan, hogy szolgálati autó sofőrrel árt Barabási Hard rendelkezésére, tehát egyszerűen úgy látszik, hogy ha a hatalom közelébe kerülnek, akkor, akkor nem, nem, tudják magukat önkorlátozni. A, a sem tudja, amikor bekerül ugye a, 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 tyúkok közé, nem tudja magát önkorlátozni, ők sem tudják, de egyébként nagyon érzékenyen beszélnek a korrupcióról és mindenféle visszaélésről, akkor, amikor ők valóban nincsenek közhatalom birtokában, aztán amikor megkapják a közhatalmat és a közbizalmat, akkor az a minden létező is az, az, a baj, hogy a szolgálati autóval nem lehet a buszában közlekedni. Ugye? És amikor... karácsony is Jó, persze, de hát azok után, hogy kiderült, már nem lehet a mondom, ízán... mondom, nem, nem, nem is, is, is a, a baj, Ebben ebbe a nagy taxizásban különben az a, az a felháborító, hogy amikor már amikor nem tudunk bejutni a, a belvárosba autóval, és akkor én minden nap átszállok a, a, a metróra, mert külvárosból érkezem a, be a munkahelyemre, és utána meg a, a koszos és tényleg áldatlan állapotokban lévő metró megállom megyek végig, akkor ne taxizgassanak, tehát hogy akkor, akkor igenis üljenek köz, közlekedése, közösségi közlekedése, talán ilyen szempontból ez nem túl szerencsés. Nézzük meg, hogy az István által említett átlagemberek mit gondolnak arról, hogy Karácsony Gergely kitiltaná tíz névnél régebbi autókat Budapest egyes részeiről. Nem volt, hogy vele. Sőt, biztos nem értek vele egyet. Nem tudom, mennyire, mennyire, igazságos ez. Most akinek régi autója van, annak nincs joga bejönni, de vagy nem értem. Ennek egy kicsit jobban utána kellene járni, hogy mi, milyen hasznot hoz ez a közlekedés szempontjából. A bicikliseket azonban kitiltanám. <laughs> Érdekes gondolat. Ti hát, hogy azért ne, szerintem ne tiltsunk ki senkit. Én tehát, van, hogy pont, van. pont szerintem az a, az a, hibás, amikor az a hibás gondolkodás, amikor tilalommal akarunk problémákat megoldani. Szerintem vannak állítások, amiket egyszerre tehetünk. Egyrésztről igaz az, hogy hogy egyszerűen túl sok autó van Budapesten. Ezt nyugodtan leszögezhetjük, dugók vannak, egyszerűen nem, nem, létezhet az, hogy mindenki autóval jár. De az is igaz, hogy ezt tilalommal kezelni, megoldani nem lehet. Elfogadhatatlan. Úgy itt alapvetően a tömegközlekedés fejlesztésére van szükség. Ugye a kormánynak van egy stratégiája ezzel kapcsolatban, ugye például az agglomerációs vasúti stratégia, és lehetne mondani más fejlesztési terveket is, ezeket meg kellene valósítani. Ugye a ezeket, ezeket nemhogy nem valósítja meg, de ellenzi azokat a beruházásokat, sokat, amiket ebben a téman a kormány megvalósít. Tehát az a helyzet, hogy alternatívákat kell az autós közlekedésről szemben felállítani, nem tiltani kell, hanem olyan jó minőségű tömegközlekedést építeni, ami meggyőzi az embereket, hogy átüljenek már azokat, akiket meggyőz, és akkor ez egy jobban kezelhető helyzet. A tilalom az semmiképp sem elfogad. Meg nem hergelni kellene, ugye, egymás felé ezeket a csoportokat, mert csak, hogy a maradjak, bubiztam is, bubiztam is ezen a napon, és tehát ha, használtam a biciklit is, csak az a baj, hogy sokszor már biciklivel se lehet normálisan közlekedni, hiszen annyira zsúfolt az autósor, és annyira szűkek a, 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 az utcák, hogy nem érzi magát komfortosan az ember. Szóval én azt gondolom, hogy itt nem pártpolitizálása van szükség talán Budapesten, hanem, hanem tényleg olyan városfejlesztési irányokra, ahol mindenkinek az érdeke az Két Istvántól egy gyors reagálást szeretnék. Akinek ilyen tanácsadói vannak, annak nincs semmi szüksége politikai ellenfelekre. Na de hát mit is váratunk egy olyan főpolgármestertől, aki mindig olyan bánatos arccal néz a kamerában, mint aki állandóan citromra harapott. Tehát... Röviden itt tudnám összefoglalni a főpolgármester úr elmúlt éves tevékenységét. Hát én azt gondolom, hogy június 9-e után bízom benne, hogy Karácsony Gergének lesz ideje egy jogosítvány megszerzésére, vegyen egy tíz évnél fiatalabb autót magának, és egyébként akkor utána. Gondolja azt, hogy ő egy jó ember. Legyen így. Nektek dugómentes közlekedést kívánunk hazára, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen. Köszönjük. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Adásunk újra megnézhető a Youtube-on, illetve a Hír.tv honlapján. Holnap csütörtökön is ugyanebben az időpontban várjuk majd önöket, tartsanak akkor is velünk. Szép estét viszontlátásra!